Meg fogjuk nézni azt, hogy a Reveal Hidden Reality csatornán mi az, amit találunk. Ez már ugye a második csatorna. Akit érdekel, nyugodtan nézze meg, vannak jó információk alapjában véve az írásról szóló tanítások, tévesek szinte elejétől a végéig, de mégis hasznos információk vannak, különösen az új világrenddel kapcsolatban. De remélhetőleg ezek segítenek mindazoknak, akik mindkét csatornát használják, hogy eldöntsék, hogy mit is mond az írás valójában ezekről a kérdésekről, amiket itt megtárgyalunk, hiszen az a legfontosabb. Az, hogy mi mit gondolunk, vagy szerintem, meg szerinted, meg ezek a dolgok, ezeknek nincs jelentősége. És egy ilyennel kezdeném, ha már itt tartunk. Van egy videó itt az Isten fia és az emberek lányai Énok könyve okkult meséje a Nefilim démonokról. Megmutatom, hogy hol találhatók a részletek, és mindenki meghallgatja, ha akarja. Nem fogom lejátszani a részleteket, mert ugye ez az ő hanganyaguk, nem tudom, hogy hozzájárulnának-e vagy sem, úgyhogy nem akarom felhasználni, de 1.26-tól kezdődik ez a rész, amiről most fogunk beszélni, amikor is arról beszélek, hogy kiket is hív az írás Isten fiainak, ugye ők ezt a kifejezéseket használják, hogy Isten fiainak kiket is hív. Aztán belebonyolódnak egy filozófiai eszmecserébe, ahol ugye arról van szó, hogy szerintem, meg szerinted, meg a véleményem szerint, meg én úgy gondolom, meg stb. Stb., hogy Isten úgy néz ránk, mint az ő fiaira, azokra, akik hisznek benne, és úgy tekint minket, mint Jézus, Jézus Krisztust, ugye ezek a szavak, azokat, melyeket ők használnak, úgyhogy maradjunk ezeknél. Úgyhogy ez az, amiről szó van, ez az, ahogy kezdődik ez a videó. Ezután ugye belemennek abba, hogy szerintem, szerinted, véleményem szerint kik azok, akik az ördög fiai, és akkor ugye azok, akik nem az írás szerint élnek. Most meg fogom mutatni, hogy mi az, amit erről az írás valójában mond, hogy kik is Isten fiai. Annyit előjáróban, hogy ugye amiről szó van, az Bereshit, vagy 1 Mózes 6, ugye a jól ismert versek, mikor a második vers így szól, és látták Elohimnek fiai az emberek lányait, hogy azok szépek, és vevének maguknak feleségeket, mindazok közül, kiket megkedvelnek vala. A négyes pedig az óriások valának a földön abban az időben, sőt, még azután is, mikor az Elohim fiai bemenének az emberek lányaihoz, és azok szülének nékik, ezek a ma hatalmasok, kik elejétől fogva híres neves emberek voltak. Ugye Énok ezt egyértelművé teszi, hogy kik ezek, Elohim fiai, azok nem Set vagy Set fiai, vagy Sét fiai, hiszen Elohim fiait használja természetesen az emberekre, de meg fogjuk látni, hogy ez esetben nem erről van szó. Ezt onnan tudjuk, hogy 1 Mózes 6, ha megnézzük a konkordanciában, akkor látjuk azt, hogy Elohim fiai a második versben, az a kifejezés ugye Ben Ha Elohim, Elohim fiai. Ez a héber kifejezés, ha tovább haladunk a négyes versre, akkor szintén megtaláljuk ugyanezt, és látjuk azt, hogy Elohim fiai az Ben Ha Elohim, ami szó szerint Elohim gyermekeit vagy Elohim fiait jelenti. Most ők ugye azt mondják, hogy ezek nem lehetnek angyalok, hiszen az emberek azok, akik Elohim fiai. Ami részben igaz is, embereket is hív az írás Elohim fiainak, azonban nézzük meg, amikor nem így van. Ehhez nem kell túl messzire menni, ugyanis a Jób 1-es fejezetben a 6-tól 9-es versig így szól. Lőn pedig egy napon, hogy eljövének Elohimnek fiai, hogy udvaroljanak Jahua előtt, és eljöve a Satán is közöttük. Azaz Elohim fiai eljönnek, hogy dicsőítsék Jahuát, az atyát, és eljöve közöttük Satán is. Nyilvánvalóan nem emberek jöttek oda, vagy Sét fiai, vagy Jób fiai, vagy akárkinek a fiai, hiszen Satán ott volt közöttük. Ezt mondta Jahua Satánnak, honnét jössz? És felele Satán Jahuának, és mondta, körülkerültem és átjártam a földet. És mondta Jahua Satánnak, észrevetted-e az én szolgámat Jobot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön. Fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Felele pedig Jahuának a Satán mondta, avagy ok nélkül féli én Jób Elohimet. Láthatjuk azt, hogy itt egyértelműen nem
emberekről van szó, hanem angyalokról, akik dicsőítik Jahuát, és ezek között megtalálható Sátán is. Hogyha megnézzük Jób 1-es fejezetet, a 6-os verset, ugye itt ez Elohim fiai, és ha megnézzük, ugyanaz a kifejezés lesz, Elohim fiai, Ben Ha Elohim, ami az előbb is volt. De nézzünk egy másik tanúbizonyságot erre, ez Jób második fejezet, lőn pedig, hogy egy napon eljövének Elohimnek fiai, hogy udvaroljanak Jahua előtt, és eljöven Sátán is közöttük, hogy udvaroljon Jahua előtt. Azaz ugyanaz a történet játszódik le, amikor szintén eljön Sátán Elohim fiai között, akik nyilvánvalóan nem emberek, hiszen nem lehetnek azok, Sátán nem lett volna ott köztük. Ezek az angyalokról, vagy a Malakimról szól, azokról az üzenetközvetítőkről, akik az atya, illetve az emberiség között dolgoznak folyamatosan. Ezeket is Elohim fiainak hívja. Ha megnézzük, jó, második fejezet, Elohim fiai, és a kifejezés ismét Ben Ha Elohim. Ben fiai, Ha a Elohim pedig, ugye magyarul Isten, amúgy hatalmasság. Ben Ha Elohim. Az Elohim fiai. Itt van egy következő példa ugyanerre, ez ugye Tehelim 89.6-8-ig Zsoltárok, mely így szól. És az egek dicsérik a te csoda dolgodat, Jahua, a te hűséges voltadat is a Kadesim szentek gyülekezetében. Ugye a szentek gyülekezetéről van szó, amely ami ki fog derülni később, ez nem emberekről szó. Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos Jahuához, olyan, mint Jahua, az Istenek fiai között. A felhőkben kicsoda hasonlatos az Istenek fiai között. Az érdekes ebben az, hogy Zsoltárok 89-esben Ben Ha El a kifejezés, ami megtalálható. Elohim helyett El szerepel. Istenek fiai között. Igen rettenetes Elohim a szentek vagy Kardesim gyűlésében, és félelmetes mindazokra, akik körülte vannak. Nyilván nem emberekről van szó, hiszen emberek nem találhatók meg Elohim gyűlésében, arról nem is beszélve, hogy a felhőkben főleg nem. Úgyhogy ez a gyűlés ismét csak nem emberek gyűlése, hanem ez az angyalok gyűlése, akiket szintén Elohim fiainak hív, akik között ott van a Malak Jahua, vagyis az angyal Jahua, aki nem azonos az atyával, ő az, akit Elnek hívnak, ő az, aki mindent teremtett, akinek és aki által mindent teremtett az atya, ez az az El, ez a Malak Jahua, ő az, aki Elohim fiai között a leghatalmasabb. Úgyhogy láthatjuk azt, hogy Istenek fiai az lehet ember, ugyanúgy, ahogy lehet angyal is. Úgyhogy ha visszakanyarodunk ide, amiről ők beszélnek, láthatjuk, hogy az, hogy szerintem, vagy véleményem szerint, vagy szerinted mi van, vagy azt gondolom, annak igazából sosincs jelentősége. Annak van, hogy mi az, amit az írás ír. Mi gondolhatunk bármit, hihetünk, feltételezhetünk, lehet egyfajta képzeletünk arról, hogy mi az, ami történik. Az írás ezt mindig egyértelműen megmutatja, és helyre teszi az ilyen problémákat. Úgyhogy látjuk, hogy az egyáltalán nem újdonság, hogy az angyalokat Elohim fiainak hívja Énok, vagy akár a Biblia, vagyis a kanonizált írások. Ugye ő arról beszél aztán itt, hogy be is fejezhetnék a témát, hiszen nem hívhatja Isten fiainak azokat, akik bukott angyalok, mert hogy ők már megbuktak, és ők már nem az ő fiaik, hanem az ördög fiai, meg stb. Stb. Persze ez egyfajta gondolatmenet, azonban erre semmiféle bizonyíték nincsen, hogy ez így van. Láthatjuk azonban azt, hogy az angyalokat igenis hívhatja az ő fiainak, sőt láthatjuk azt is, hogy Sátán még mindig közöttük van annak ellenére, hogy már ellenségként van nyilvántartva, hiszen Sátán ugye azt jelenti, hogy ellenség. Jobb egy, jobb kettőben szintén így szerepel. Így azt is láthatjuk, hogy nem csak, hogy Isten fiainak hívhatja őket, hanem attól függetlenül, hogy melyik utat választották, még mindig Isten fiainak hívja őket. Ezért mondom azt, hogy az, hogy ki
Ez a probléma igazából a rengeteg filozofálással, hogy közben megtalálhatnánk a választ a kérdésekre, hogyha megfelelő helyen keresnénk. És látjuk azt, hogy az angyalokat igenis hívja Isten fiainak, sőt, a bukott angyalokat is hívja. Ugye ők itt mindenféle idézet vagy vers nélkül levonták azt a konklúziót, hogy ez nem vonatkozhat az angyalokra, pusztán egyfajta filozófiai megközelítés segítségével. És a probléma ez mindvégig, nem csak ebben a videóban, hanem az összesben ugyanez a probléma. Itt aztán előkerülnek azok a versek, ahol az embereket nevezi Isten fiainak, ugye ti Jahuának a hatalmasságotoknak fiai vagytok, ez Debarim 14.1, de ugyanígy Jesiahu 43.6-tól 7-ig szintén erről beszél, ugye a fiairól beszél, stb. Stb. Így azt is megállapíthatjuk, hogy mind a kettő lehetséges. Tehát azt nem zárhatjuk ki, hogy egyikről vagy másikról beszél, hiszen főleg nem így, hogy azt leszögezzük, hogy ez vagy az nem lehet, mikor látjuk, hogy számos példa van arra, ami az ellenkezőjét bizonyítja. Itt elkalandozunk egy újabb filozófiai területre, amikor arról van szó, hogy a testhez tartozik a nemzés és a szaporodás, a vér, stb. Stb., amit szintén nem tudunk, hiszen ez nincs leírva, hogy ez az ember sajátja vagy sem, de az sincs leírva, hogy milyen formában történt meg ez az együttlét a malakím, az angyalok, illetve az emberek között. Amiben azonban igazuk van, az ez, és meg fogjuk nézni Máté 22.30. Jahó 22.30 így szól, mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint Elohim angyalai. Malachim ha Elohim. Ugye Elohim angyalai a mennyben. Ugye ebből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy látod, itt nem mennek férhez, nem házasodnak, vége, az angyalok nem házasodnak. Arról beszél, hogy azok az angyalok, akik még mindig megőrizték az ő helyüket a mennyekben, azok nem házasodnak, arról nincs szó, hogy nem tudnak házasodni, arról van szó, hogy nem házasodnak, hogy nem csinálják ezt. A kettő az nem ugyanazt jelenti. Attól, hogy nem csinálják ezt, attól még tudhatnak házasodni. Ez a különbség a két megközelítés között. Mint ahogy láthattuk a példát, 1 Mózes Berasít 6-os fejezetben, igenis képesek voltak együtt lenni a földi emberekkel. Amennyiben ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy nem tudnak házasodni, akkor Júdás, vagy a Huda 6-os fejezetben, és az angyalokat, a Malakim is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartottak. Akkor azt a következtetést is levonhatjuk ebből, hogyha ezek elhagyták az ő lakóhelyüket, és nem tartották meg a fejedelemségüket, azaz a felsőbbrendűségüket, akkor ezek azok, akikről itt szó van 1 Mózes 6-os fejezetben, akik lejöttek a földre, és elcserélték azt az életformát ezért különböző okok miatt. Aztán ismét csak előkerül egy újabb elmélet, ami az, hogy ugye abban az esetben, hogyha valaki ebből a vonalból származna, mint vérvonal, tehát genetikailag, akkor nem tudhatná azt mondani, hogy ő bűntelen, hiszen ő fizikálisan más felépítésű. Pontosan ez az, ami történt mellesleg. Ez volt a probléma, hisz ezért mondta azt ugyanabban a fejezetben, hogy mondta a Jahua, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. De ami még érdekesebb, mint ez, az az a megfogalmazás, amit ugyanitt Bereshit 6-os fejezet 9-es versben használ, mikor azt mondta, hogy Noáknak vagy Noénak, pedig ez a története. Noah igaz, tökéletes férfiú vala, a vele egykorúak között Elohimmel jár vala, Noah vagy Noé. Az a szó, hogy tökéletes, az nem más, mint a héber szó temim, melynek jelentése az, hogy hibátlan, tökéletes, egyenes, vagy folt nélküli, teljes, őszinte,
vagy egész. Az érdekes az, hogy ugyanez a szó, ugye a Strong's definíció szerint teljest jelent, szó szerint teljest, vagy pedig átvitt értelemben. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy fault nélküli, tökéletes, teljes. Megrontatlan, vagy pedig egész. A Gesenius Heber Kádeusi lexikon ugyanerről beszél, azt mondja, hogy tökéletes, vagy teljes. Tökéletes, egész. Hibátlan. Hogyha tovább menjünk és megvizsgáljuk a szónak az előfordulását, láthatjuk, hogy ezt a szót használja akkor, amikor második Mózes 12-es fejezetben leírja a Páska eseményt, a bárány kiválasztásáról, mikor beszél, hogy hibátlan legyen a bárány. Fizikálisan hibátlan legyen ez a bárány. Sőt, folyamatosan ezt használja második Mózes 29-ben, szintén így írja le a két kost, amikor is ugye Azazelről beszél, illetve a Jom Kippur, vagy az engesztelés napja áldozatáról. Fizikálisan tökéletes. 3 Mózes 1 szintén arról beszél, hogy fizikálisan tökéletes legyen ez a bárány. Úgyhogy nem lehetünk abban biztosak, hogy amit itt olvasunk, az csak arra utal, hogy igaz. Elmondja ugyan, hogy igaz, azaz tudjuk, hogy ez igaz azt jelenti, hogy úgy él, ahogyan Elohim akarja, hiszen ezt megmutatja később, hogy vele jár. A tökéletes azonban ugyanúgy utalhat fizikális tökéletességre, mint ahogy utalhat morális vagy spirituális hibátlanságra. Arról beszél a vele egykorúak között, ez a kifejezés, hogy egykorú, a vele egykorúak, ez pedig a dore, vagy dor kifejezés, mely ugye generációt jelent, azokat az embereket, akik őt körülveszik, vagy pedig egy időt, egy időszakot, ahol ő él, egy korszakot, vagy egy generációt. Gesenius Heber Kádosi lexikon szintén erről beszél, egy korszakot jelent, vagy egy generációt, vagy egy időszakot, egy időnek a körforgását jelenti. Azaz ő volt az, aki igaz volt, aki Elohimmel járt, és fizikálisan is tökéletes volt az ő generációi között. Ezért vitte magával a 3 fiát. Tovább megyünk a 11-es versben, így ír, a föld pedig romlott vala Elohim előtt, és megtelik a föld erőszakoskodása. Ez a szó romlott, ez nem más, mint a héber kifejezése kár, aminek az a jelentése, hogy elpusztítani, megromlani, lerombolódni, vagy pedig hanyatlásnak, rothadásnak indulni. Ez a szó eredeti jelentése, ugyanezt találhatjuk meg a héber kádeusi lexikonban is. Azonban még csak a 12. versben bonyolódik a helyzet igazán, amikor azt mondja, hogy tekinte azért Elohim a földe, és ímé meg van romolva. Ugyanez a kifejezés, hogy rothadásnak indul, vagy hanyatlásnak indult, mert minden test megrontotta vala az ő útját. Mindenki azt hisz, vagy gondol, vagy azt a következtetést vonja le, amit akar, de ha már filozofálunk, akkor lehet, hogy érdemes használni az írásokat. Azt mondja, hogy minden test rothadásnak indult, vagy lerombolódott, vagy elromlott, míg ez az ember fizikálisan tökéletes volt, és Elohimmel járt. Következő ezt mondja. Mondta azért Elohim Noachnak, vagy Noénak, minden testnek vége, minden húsnak a vége elérkezett előttem, mivel hogy a föld erőszakoskodással telt meg általok, és ímé elvesztem őket a földdel egybe. Ez a szó test, ez a héber kifejezés passar, melynek jelentése szó szerint hús, vagy pedig test. 256 alkalommal a 270-ből úgy használja, mint hús, vagy test, mint emberi test. Ugyan itt láthatjuk ezeket a felhasználási formáit. A Strong's definíciója ugye elsősorban hús, azután pedig test, vagy egy ember. A héber kádeusi lexikon egyértelművé teszi, hogy basar annyit tesz, mint hús vagy test. Azt akarom ezzel mondani, hogyha megnézzük a héber hátterét ennek a szövegnek, még akkor is, ha csak ilyen primitív módon, mint most tettük, akkor egy egész más képet látunk kirajzolódni, mégpedig az, hogy az Elohimnek fiai valóban jelenthették azokat az angyalokat, vagy azt a Malakim
csoportot, akik elhagyták az elsődleges élőhelyüket, akik feladták azt az életformát, és az emberek lányaival, azaz a nőkkel kapcsolatot létesítettek, ez volt az, ami igazából problémát okozott az atyának. Hiszen ha megváltoztatták a genetikai hátterét az embernek, onnantól kezdve nem lehetett azt megmenteni, ahogyan nagyszerűen ők ezt felfedezték. Hogy az, aki genetikailag más, azt nem tudja megmenteni. Erről beszél egyébként Enoch könyve, akit érdekel. Ezek leszármazottai két világ között ragadtak, se nem oda nem tudtak tartozni, se nem ide, hiszen egy másfajta genetikai szerkezetük volt. Ez az, amit alátámaszt azzal, hogy azt mondja, hogy Noach vagy Noé nem csak, hogy igaz volt és Elohimmel járt, hanem tökéletes volt, amit láttuk, az a szó tökéletes, hamim, az jelenti, hogy fizikálisan tökéletes, ugyanúgy, ahogy az áldozati állatok, stb. Tökéletesnek kellett lenni, természetesen, spirituálisan is, azonban van egy fizikális vonzata ennek. Ha tovább haladunk, látjuk, hogy a Föld megromlott, azaz rothadásnak indul, lerombolódik, vagy hanyatlásnak indul, és azért, mert minden test, azaz hús, vagy test, vagy darab, minden a testet érti arra is, ha állatokról beszél, ha később tovább olvassuk ezt, akkor látjuk, hogy az állatokra is írja azt, hogy test. Meg fizikálisan és spirituálisan is megromlott ez a világ, és minden testnek vége lesz. Azért, mert nem lehet őket már megmenteni. Ha belegondol mindenki abba, hogy mi az, ami történik manapság, és mi az, amit mi csinálunk a genetikai módosítás segítségével, ki az, aki azt mondhatja, aki kizárhatja ezt, csak azért, mert ilyen vagy olyan filozófiát követ. Mikor látjuk, hogy mai nap is meg tudjuk ezt csinálni, miért gondoljuk azt, hogy mi olyan okosak vagyunk, vagy olyan másak vagyunk, mikor szinte semmit nem tudunk arról, hogy hogyan működött az a világ. Ugyanúgy lehetséges, hogy ez megtörtént akkor, mint ahogy minden jel arra van. Oké, azt ajánlom mindenkinek, hogy kövesse figyelemmel, hogy hol tartunk időben, azok, amikről szó van, azok ebből az időből származnak. Most arról beszélnek, hogy egyedül a más siáknak alkotott testet. Nézzük meg ezt a kijelentést. Ez ugye average zsidókhoz 10-5, azért a világba bejövetelkor így szólt áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem. Ez természetesen egy idézet Tehelim Zsoltárok 40-es fejezetből. De a lényeg nem is ez. A lényeg az, hogy arról beszélnek, hogy csak róla jelentette ki, hogy testet alkotott neki. Nézzük meg, hogy mi a probléma ezzel a kijelentéssel. Ugye az éles eszűek kitalálták, hogy Beresít 1 Mózes 2.7.8-ban már arról beszél, hogy kinek formált testet, és formálta vala Jahua Elohim az embert a földnek porából is, lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember lélek ki. És ültetei a Hoa Elohim egy kertet Édenben napkelet felől, és abba helyezteti az embert, akit formált vala. Azaz nem másiak az egyetlen ember, akinek ő testet formált, hiszen Adám, és aztán később, mint amit meg fogjuk látni, Havá vagy Éva szintén így keletkezett. Bereshit 2.20.23 így szól, de az embernek hozzáélő társat nem talált vala. Bocsátat át, Jahuá Elohim mély álmat az emberre és az elaludék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét. És alkotá Jahuá Elohim azt az oldalbordát, melyet kivett vala az emberből, asszonyjá és vivé az emberhez. Azaz láthatjuk, hogy nem csak, hogy Adám, vagy Ádám az, aki így keletkezett, hanem a Havá, vagyis Éva szintén. És mondta az ember, ez már csontomból való csont, testemből való test, ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Azaz három embert is láthattuk, hogy Jahua Elohim formát. Még annyit hozzáadnék, hogy arról beszél itt, hogy hússal tölté be annak helyét. Ez a kifejezés hús, ugyanaz a szó basszár, amelyről olvashattunk, ugye, hogy minden test megromlott, és mindenki megrontotta az útját, ugyanazt a szót használta itt. Ha már ott tartunk, hogy más nem alkotott, akkor nézzük meg Jesiáhu, vagy Ézsaiás 43-as fejezet első verset, mely így szól. És most, ó Jakób, így szól Jakó, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy, azaz Izraelt is ő alkotta. Ha megnézzük az Easy to Read verziót, az így szól. De most azt mondja az örökkévaló Jahua, aki teremtett téged, Jakób, aki téged alkotott, Izrael,
Az új fordítás pedig így ír, de most így szól Jahua, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael, azaz ő formálta Izraelt. A 44-es fejezetben, a 21-es versben szintén erről ír Ézsaiás, vagy Jesiahu, ó, emlékezzél meg Jákob ezekről, és Izrael, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged. Én szolgám vagy Izrael, nem feledlek el. Ízitúr ír úgy fogalmaz, hogy én formáltalak téged, míg az új fordítás én formáltalak, az én szolgám vagy Jesra. A kifejezés, melyet használ, a formáltalak téged, jetszár, egy héber kifejezés, mely annyit tesz, hogy formálni szó szerint úgy, mint ahogyan az agyagműves formálja meg az agyagot. Szó szerint formálni, valamilyenre alakítani, kialakítani, ezt jelenti ez a szó. Sőt, a Strong's definíció szerint jetszár annyit tesz, mintha valamit valamilyen alakúra kialakítunk, belepréselünk egy fajta alakra, valamilyen alakba beleformázzuk. Különösen, amikor arról beszélünk, hogy mit csinál a kézműves, illetve az agyagműves. Ugyanezt fogalmazza meg a Héber Káldeusi lexikon, kiformázni valamit, vagy kialakítani úgy, ahogyan az agyagműves az agyagot megmunkálja. 5 Mózes Deberim 32.17.19 így szól. Ördögöknek áldoztak, nem Elohimnek, hatalmasságoknak, akiket nem ismertek, újaknak, akik csak most támadtak, akiket nem rettegtek a ti atyáitok. A kősziklát, aki szült téged, elfeledted, megfelejtkeztél hatalmasságodról, aki nemzett téged. Akkor ezek szerint Izraelt is ugyanúgy szülte és nemzette korábban, tehát nem a másiák az egyetlen, akit ő kialakított magának. Látta ezt Jehova, és megutálta bosszúságában az ő fiait és lányait. Látjuk azt, egy nagyszerű példát, amikor az embereket hívja fiainak és lányainak. Jesiáhu 44.23.24 így szól, örüljetek egek, mert Jehova végbe vitte, kiáltsatok földnek mélységei, újjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa, mert megváltá Jehova Jakobot, és Izraelben megdicsőíti magát. Így szól Jehova, megváltód, és alkotód anyád méhétől fogva. Én vagyok Jahua, aki minden cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és kiszélesítem a földet magamtól. Azaz Jézsáról, Jézsá házáról, vagy Jakob házáról szintén úgy beszél, mintha ő alkotta volna meg őket az anyjuk méhétől fogva. Ő az, aki létrehozta ezt a nemzetet. Ez pedig Jeremiáhu első fejezet 1-5-ig, mely így szól. Jeremiáhunak, Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei, aki Anatótban, Benjamin földén, papok közül vala. Kihez szól a Jahua? Jósiásnak, az Ammon fiának, Jahuda királynak napjaiban, az ő uralkodásának 13. esztendejében. Felsorolja, hogy mi a továbbiak, és aztán így szól, szóla pedig Jahua nékem mondván, mielőtt az anyamében megalkottalak, ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijövél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. Ezek szerint Jeremiáhu, vagy Jeremiás, szintén Jahua alkotta az anyamében. Úgyhogy azt nem mondhatjuk, hogy csak a másiákot alkotta, hiszen látjuk, hogy számtalan példa van arra, hogy ez nem igaz. Aztán arról beszélnek, hogy ugye az előbb elmondták, hogy az angyalok nem tudnak az emberekkel kapcsolatot létesíteni, mert nincs test, nincs sperma, nincs semmi. Most már arról beszélek, hogy az angyalok megjelentek testben, Szodomában és Gomorában, mint ahogy azt mindenki tudja a történetet. Számtalan más példa van erre, hogy az angyalok megjelentek. Jakóbbal birkózott, ugye maga a Malák Jahua, Jahua angyala, vagy az angyal Jahua. De ezen kívül is van, úgyhogy tudjuk, hogy meg tudnak jelenni. A lényeg az, hogy nem lenne szabad nekik, azonban aki elhagyja a saját élőhelyét, az lekerül a földre, és az elveszíti azokat a kívánságait, ahogyan láttuk Júdás levelében, hogy elvesztette, vagy feláldozta az ő felsőbbrendűségét és hatalmát azért, hogy elhagyja az ő. Az érdekesség az, hogy nem csak, hogy minden egyes gondolatmenet eddig cáfolható volt versek segítségével, hanem saját magukat cáfolják meg azzal, amiket mondanak. Egyszer azt mondja, hogy
nem az angyal, az nem hús, nem sperma, nem vér, stb. Most már azt mondja, hogy az angyal megjelent testben, mint ahogy azt mindenki tudja, hogy megjelent. Húsnak kellett, hogy legyen, hogyha azok az emberek meg akarták őket erőszakolni, akkor is, hogyha verekedni volt képes, ugye Jakobbal az angyal Jahua, vagy a Malák Jahua, amikor ismerjük ezt a történetet szintén, és az egyéb példák, melyeket hallhattuk, amikor megjelentek az angyalok, úgyhogy képesek megjelenni, sőt, emberi tulajdonságokkal bírnak, hiszen viaskodott az emberrel. Itt már átváltunk utána abba, hogy nem is tudnak szaporodni, hiszen akkor elszaporodnának. Ezt nem tudjuk, hogy nem tudnak szaporodni, ez csak egy ez egy feltevés, ez egy hipotézis, amiről ő beszél. Nem jelenthetünk ki olyan dolgokat, amire nincsen bizonyítékunk. Lehet egy elméletünk, hogy szerintem, vagy szerinted, vagy én úgy gondolom, vagy úgy hiszem, azt nem jelenthetjük ki, hogy nem tudnak szaporodni, hiszen ez nincsen leírva, hogy az angyal nem tud szaporodni. Még egy dologra felhívnám a figyelmet, hogyha ez az egész történet csak a képzelet szülemény, és valami oknál fogva el akarják velünk hitetni, hogy ez így van, akkor vajon miért van tele ezzel az egész világ, ami körülvesz minket? Néhány példát hagy mutassak erre. Az Angyalok Városa Nicolas Cage és Meg Ryan-nel készült filmben szó szerint ezt a történetet mondják el, amikor egy angyal szerelmes lesz egy nőbe, elhagyja az összes erejét, és leköltözik a földre azért, hogy együtt lehessen ezzel a nővel. De nézzünk még néhány példát. A Fallen című film azt mutatja be szintén, hogy egy angyal szerelmes lesz egy lányba, elhagyja az első élőhelyét, és lejön a földre, és az emberek közt akar élni. Ami érdekes még ezzel az egésszel, az ez a mondat, ami ide fel van írva, az pedig azt jelenti, hogy néhány angyalnak az a végzete, hogy elbukjon. A másik pedig, amit itt láthatunk, az, hogy a szerelem soha nem hal meg. Tudjuk jól, hogy Hollywood nem más, mint propaganda és programozás, de vajon miért mondják el ugyanazt a történetet újra és újra? Mindig valamilyen külső erő lejön a földre, hogy segítsen nekünk. Ugyan erről beszél a Transformers című sorozat. Egy külső erő, mint a robotok lejönnek, hogy segítsenek nekünk egy másik erő ellen harcolni. Az Arrival című film szintén erről beszél, ugye az nem tudom, hogy mi magyarul a címe, de földön kívüliek érkeznek a földre, hogy segítsenek az emberiségnek megoldani a mi problémáinkat. John Travolta a Michael című filmben szintén egy angyal, aki a földön él. Az összes X-Men film ezt a történetet mondja el, amikor egy felsőbbrendű erő az emberiséggel együtt harcol, hogy legyőzzön egy másikat. Következő Justice League film, nem tudom szintén, hogy magyarul mi a címe, de ebben ugyanígy szuperhősök segítenek az emberiségnek, hogy legyőzzék a gonoszt. Ráadásul még számtalan utalást találhatunk rá különböző mitológiai személyekre. A mitológia ugyanezt mondja el. Bosszúállók, ugyanez a történet. Különleges képességű felsőbbrendű lények segítik az emberek munkáját. A Légió című film pontosan erről beszél. Az angyal lejön a földre, hogy megállítsa a úgymond Istennek a bosszúálló angyalait az emberiséggel együtt harcolva. Újra és újra ugyanaz a történet. A csillagok a földre szállnak, hogy segítsenek az emberiségnek. De a csillagok nem csak itt szerepelnek, a csillagok jelen vannak az Amerikai Egyesült Államok zászlóján, de szinte minden más ország zászlóján vagy címerében. A jól ismert EU címer szintén a csillagokat reprezentálja és mutatja be nekünk. Gyakorlatilag végtelen cégnek a logójában szintén megtalálhatók a csillagok. Mind-mind ugyanazt reprezentálják. Szórakoztatóiparban szintén jelen van a csillag. Így hívjuk a hírességeket, sztároknak, csillagnak hívjuk őket, akik különleges képességgel rendelkeznek. Felsőbbrendűek, mint mi. Ugyanoda vezet vissza az összes történet. Itt vannak a hírességek, akiket mi sztároknak hívunk, vagy csillagoknak, és úgy is kezeljük őket, mintha ők felsőbbrendűek lennének. Csak annyit szeretnék ezzel mondani, hogy véletlenek nincsenek, és tudjuk azt nagyon jól, hogy Hollywood az nem más, mint propaganda, és az igazság az, amit a mozikban, vagy a szórakoztatóiparban elmondanak nekünk. Így azzal is tisztában kell, hogy legyünk, hogy a valóság, amit szeretnének elhitetni velünk, mint valóság, az egy hazugság. A hírek, az oktatás, a tudomány, a politika elmondják az igazságot a filmekben. Vége hossza nincsen azoknak a filmeknek,
melyekben angyalok vagy természetfeletti lények segítik az emberiség munkáját. Ez ugyanahhoz a történethez vezet vissza. Így kezdődött az emberiség és ezen lényeknek az együttműködése. Ők elbuktak, és magukkal rántottak minket. A következő gondolatmenet az, hogy ugye a Nephil vagy Nephilim az nem fizikális óriás jelent, hanem azt jelenti, hogy nagy ember, nagy hatalmú ember, ami részben igaz is, hiszen Nimrodot is annak hívta, azt nem tudjuk, hogy Nimrod mekkora volt, tehát ezt sem jelenthetjük ki, hogy Nimrod fizikálisan nagyobb volt-e vagy nem. Ezek mind-mind feltevések. Amit azonban tudunk, az ez. 4 Mózes Bamibar 13-as fejezet így szól. És szól a Jehova Mósénak mondva, küldj férfiakat, hogy kémleljék meg Kánán földét, melyet én adok Izrael fiainak az ő atyáiknak, mindenik törzséből egy-egy fiút küldjetek. Mind olyat, aki főember közöttük. Azaz, ugye ki kell kémlelniük azt a területet, melyet meg fognak kapni. Nézzétek meg a földet, 19-es vers, hogy milyen az, és a népet, mely lakozik azon, erősé vagy erőtlen, kevésé vagy sok. Azaz, pontosan az a feladatuk, amit végre fognak hajtani. Nézzétek meg a földet és az embereket. Ugye ezek a napok a szőlő zsendülés napjai voltak, érett a szőlő, nézzük meg, hogy mi az, ami történik itt. Mikor pedig eljutának Eskol völgyéig, lemetszének ott egy szőlővesszőt, egy szőlőfürtel, és ketten vivék azt rúdon. Szóval ez nem egy normál szőlő lehetett, hiszen egy szőlőfürtőt manapság nem kell rúdon vinni két embernek. Úgyhogy azt nem lehet kijelenteni, hogy ez vagy az nem létezik, csak azért, mert valaki szerint az elképzelhetetlen. Minden, ami le van írva, azt el kell fogadnunk úgy. Különben belebonyolódunk olyan filozofálásba, amit itt hallottunk, már folyamatosan hallunk ebben, amit ők ott véghez visznek abban a videóban. 29-es versben így ír, csak hogy erős az a nép, mely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok. Sőt, még Anák fiait is láttuk. Meg fogjuk nézni, hogy kik ezek az Anák fiai, akikről itt beszél. 33-as vers így folytatja. Az a föld, melyen által mentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit, az egész nép is, melyet láttunk, azon szálas emberekből áll, és láttunk ott óriásokat, az óriások közül való Anáknak fiait, olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk. Értelmezhetjük így, értelmezhetjük úgy, azonban ha azt nézzük meg, ami le van írva, egyértelműen arról beszél, hogy ez egy fizikálisan felsőbbrendű embercsoport, aki ott lakik. Szálas nép, óriások, olyanok voltunk, mint a sáskák az ő szemeikben. Nézzük meg néhány példát villámgyorsan. Ez Debarim 1.28. Az a nép nagyobb és szálasabb nálunknál, a városok nagyok és megerősítettek, az égig még Anák fiakat is láttunk ott. Nagyobb és szálasabb az a nép. Az emeusok laktak abban annak előtte, nagy nép, sok és szálas, mint az anákok. Ezek az emberek fizikálisan felsőbbrendűek voltak. Óriásoknak állítatnak vala azok is, mint az anákok és a moábiták emeknek hívták őket. Ez egy külön népcsoport, ez egy másfajta fizikálisan különböző nép. A nép nagy, sok és szálas volt valamint az anákok, de kivesztette Jahua azok színe elől, hogy bírják azoknak örösségét és lakjanak azoknak helyén. Nagy és szálas nép az Anák fiakat, akikről magad is tudod, és magad is hallottad. Kicsoda állhat meg Anák fiai előtt? Debarim 5 Mózes 9.2. Szintén minden jel arra utal, hogy ezek az emberek nem csak egyszerűen hatalmasok voltak, vagy magas rangúak, ezek az emberek fizikálisan felsőbbrendűek voltak, mint egy normál ember. Szóval a helyzet az, hogy mielőtt kijelentünk valamit, érdemes megnézni, hogy mi az, amit az írások erről mondanak, vagy mielőtt elfogadunk egy véleményt. Mindenki nézzen utána ennek, hozza meg a saját döntését. A lényeg azonban az, hogy filozofálni nagyon egyszerű, és a legtöbben ezt is csinálják. Amint azonban ránézzünk az írásokra, megnézzük, hogy az mit mond, minden egyszerűbbé válik.
Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!